A 90-es évektől foglalkoznak különféle szervezetek azzal, hogy segítséget nyújtsanak a börtönben lévő gyerekeinek. Konferenciákat, fórumokat tartottak, hogy minél szélesebb kör ismerje meg ezeket a problémákat, meséli Juhász Attila, az EGRI börtön parancsnoka. Egerben Luzsi Margó és Boldizsár Ildikó segítségével 2010 óta foglalkoznak meseterápiával. Több börtön is átvette ezt Magyarországon. Két éve nemzetközi konferencián mutatta be az EGRI parancsnok a meseprogramot, meseterápiát. Az Európa Tanács most azon dolgozik, évvégéig megfogalmazzanak egy a gyerekekkel kapcsolatos ajánlást. Ez az ajánlás, ez kimondottan a fogvatartottak gyerekeivel fog foglalkozni, azokkal a gyerekekkel, akik teljesen vétlenül kerülnek be egy nagyon kritikus élethelyzetbe. Nem az ő bűnük, mégis az ő büntetésük sok esetben az, hogy a társadalom kirekeszti, stigmatizálja őket, és nem csak érzelmileg, hanem egzisztenciális és nagyon kritikus helyzetbe kerülnek. Az Európa Tanács 47 tagállamában 820 millióan élnek, megközelítőleg 2 millióra tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek valamelyik szülője börtönben él. Az EGRI programban több mint 150 fogvatartott vett eddig részt, náluk kevesebb a visszaesők száma, a fegyelmi probléma.